Közeledik az 5 éves agrárkamarai ciklus vége, 2022-ben májusban tisztújítás következik. Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót péntek délután Békés Csabán. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke jelentette be, hogy Kulcsár László a jövőben tiszteletbeli elnökként folytatja tevékenységét. Kulcsár elnök úr véleményét, álláspontját kikérve és azt ismerve, Jakab István elnök úrral arra a döntésre jutottunk, hogy Kossuth Kornél gazdatársunk lenne az a személy, akiben a következő ciklus vezetőjét látjuk, és azt gondoltuk, hogy itt a megye gazdatársadalmát mindenképpen megilleti ez az információ, hisz valóban közeledvén a választásokhoz illik tudni nekik, hogy a Magosz mégis kiben gondolkodik. Az eseményen Jakab István országgyűlési alelnök, a Magosz elnöke a távozó vezető elmúlt 30 éves munkáját méltatta. Kulcsár László pedig kifejtette, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját, csak már nem elnökként. Kossuth Kornél kiemelte, a magyar és a Békés megyei gazdatársadalom érdekeit tartja szem előtt. Igyekszem a Békés megyei gazdákkal teljesen korrekt és szimpatikus kapcsolatot kialakítani. Nyilván a gazdák igényeinek felmérése után fogjuk teljes mértékben ezeket a lépéseket megtenni. Igyekszünk azokat a plusz szolgáltatásokat, amiben esetleg Békés megyeiek még kevesebbként vettek részt, feléjük is minél jobban kiszélesíteni, és nyilván a gazdákkal való kommunikáció, a gazdákkal való együttélés nagyon fontos számomra. Kossuth Kornél elmondta, a KAP, vagyis a közös agrárpolitika terén sok változás várható a következő időszakban. 2023-ban új támogatási rendszer lép életbe.